Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... György, a büszke magyar zsidó és izraeli zsidó, a mazsök elnöke, aki ma még a híradónkba is belekerül, hisz két percet belemegyünk a híradóba. Üdvözletem! Jó reggelt! Mindenkinek! Rajtam nincs kipa, úgyhogy a heti szakasz nem fogjuk érinteni, pedig a Kiti C heti szakasz, az egy elég érdekes heti szakasz. Ön nagyon érdekes dolgok előtt áll. Hány nap van még az esküvőig? Még az esküvőig körülbelül 10. Mit ér egy zsidó apa ilyenkor, mit érez? Iszonyú sok szervezés, koronavírus. Iszonyú sok szervezés, igen, ami alapvetően örömmel és jókedvel kéne telnie, de ugye akkor, amikor ugye ezekben az időkben ugye a külföldi vőlegényt, a vőlegény külföldön élő családját kell eljutatni az esküvő helyszínére, akkor ugye elég sok gond és nehézség van. Tehát pont mondtam valakinek tegnap előtt, hogy minthogyha háborúban lenne az ember, és ilyen embercsempésznek érzi magát, hogy tudnak ezen vagy azon a határon, vagy esetleg több határon keresztül átjutni a szülők, akik a fiúknak az esküvére akarnak Magyarországra jönni. Nem egyszerű, de hál' Istennek a vőlegény szülei éppen most szálltak föl Moszkvában a repülőre, kísérletet téve arra, hogy Isztambulon keresztül talán sikerül elérniük ma estére Magyarországra. Bízunk benne, hogy így lesz. Ön egy nehéz nap után van, hisz tegnap a Mazsök Pályázati Bizottsága ülésezett. Nagyon komoly kiírások vannak. Mit döntöttek a diákokkal kapcsolatban, akik közel 154 diák, akiknek a továbbtanulását támogatják? Hát alapvetően nincsenek nehéz napok, ugye minden nap egy új kihívás. Minden nap egy ajándék, és minden napnak örülünk, és minden nap megköszönjük reggelente az örökkévalónak, kedves Péter, hogy fölébredtünk, és visszaadta a lelkünket. Tehát nincsenek nehéz napok, vannak kihívások, amivel nap mint nap meg kell birkózni. Igen, több érdekes esemény történik a mazsok életében. Ugye a legfontosabb esemény, hogy ugye elkezdődik a temetőfelújítási program második etapja. El tudjuk mondani, hogy nagyon nagy érdeklődéssel zajlott a kiírás. Ugye 106 pályázat érkezett be Magyarország minden részéről, nagyon érdekes helyszínekkel, nagyon érdekes temetőkkel. Hogyha lehet ezt egy temetőre mondani, de igen, lehet, hiszen olyan páratlan, egyrészt történelmi, magyar történelmi helyszíneken található történelmi temetőkről beszélünk, ami páratlan, és amiről, mint hogy már egyszer beszéltünk, sok esetben egy temetőnek, egy településnek a történetét igazából ugye a zsidó temetőn keresztül lehet látni, ahol ugye változatlanul ott vannak a több száz éves sírkövektől kezdve egészen a holokausztot megelőző időszakig lévő sírkövekig. Igen nagy izgalommal és érdeklődéssel várom én is a folytatást. Avval együtt, hogy ugye forradalmasítottuk a rendszert, és egy számítógépes program segítségével minden egyes mozzanattal tájékoztatva van, és tájékozódva van minden olyan ember, aki dolgozik ugye a temetőkkel. A szociális pályázók tekintetében, mint ahogy mondtad, igen, tegnap született meg döntés, ugye minden évben a szociálisan rászoruló gyerekeknek a támogatásáról. Ezt ugye a pályázati bizottság jóváhagyta, a kuratórium jóváhagyás hiányzik még hozzá. Szeptember 1-én, tehát szokásunkhoz híven ugye az év tanévkezdést megelőzően, vagy tanévkezdés indulásához egészen közel ugye a szülők meg fogják kapni az értesítéseket
a támogatásról? Egy nagyon érdekes, én átnéztem ezt a támogatási listát, és ott a magyar zsidóság teljesen le van képződve, ott nincs vita. Tehát... Hát általában azért nagyon, nagyon büszke vagyok erre, vagy tehát ott egy Lubovicsi, vagy egy ortodox, vagy egy neológ, az ugyanaz. Tehát jó érzéssel lehet azt mondani, hogy jelen pillanatban ugye a magyar zsidóság bikaviadari arénája az a Mazsökön kívül van ráadásul, és ugye a Mazsök az egyetlen olyan helyszín tulajdonképpen, ahol az egymással egyébként teljesen értelmetlenül harcoló felek egy szobában, egy asztal mellett ülnek és döntenek el dolgokat. Ezt tegnap is kitűnően lehetett látni. És ugye azért jó érzéssel tölt el az embert, hogy mégis van olyan platform és mégis van olyan helyszín, ahol az érdekelt felek félreteszik a vélt vagy valós konfliktusaikat, és ugye értelmesen lehet dolgokról beszélgetni, és ráadásul a beszélgetéseken túl még dönteni is. Érdemes volt belemenni a Híradóba, hisz ez lesz a mai nap mondata. Szabó Györgyöt fogjuk idézni. A nap mondata akkor így hangzik. A magyar zsidóság bikaviadala egy helyen megszűnik bikaviadalnak lenni, nem érinti ezt a Mazsök munkáját, ahol ugyanezek az emberek, akik a bikaviadalban részt vesznek, együtt tudnak dönteni a társadalom és a zsidó társadalom jobb léte felől. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll, és szurkolunk, és ott leszünk az esküvőn. Köszönöm, és Isten szépen segítségével higgy el, hogy sikerülni fog. Amen, amen. Akkor következik a Híradó után Pirkadat Extra Mesterházi Attilával. Tartsanak velünk, viszontlátásra!